Sziasztok! Oszánszki Attila vagyok, és az Eko Horgászat következő részét látjátok. Mára egy etetőanyag összehasonlító videót terveztem. Sokat gondolkodtam azon, hogy még tavon vigyem végig ezt a műveletet. Az egyik hozzászóló azt írta a Pródi videómhoz, hogy próbáljam ki a napi egyes tavat is egyszer. Úgy döntöttem, hogy akkor eljövök ide, és akkor itt próbálom megcsinálni ezt a videót. Az meglepett a érkezésemkor, hogy ide nem lehet autóval bejönni, semmiféle formában, nem úgy, mint a bojlistóra, viszont vannak ilyen kis kocsik és kis talicskák, amivel be lehet jönni. És akkor milyen két etetőanyagról van szó. Próbáltam úgy választani, hogy ne a legolcsóbb legyen az olcsóbbik, és ne a legdrágább legyen a drágábbik. Viszonylag ismert termékeket választottam, hasonló ízesítésben. Sajnos nem sikerült két ugyanolyan ízűt vásárolnom. Az egyik, az a Haldorado Flu Energy családnak a csillis tintahal ízesítésű etetőanyagja, másik pedig az általam már bemutatott Method Mix tintahal polipízesítésben. A haldorádós kétszer olyan drága, mint a másik, ezt érdemes tudni, és még 800 g is, tehát nem is egy kiló. Csalinak a haldorádós csillis tintahal ízesítésű gumikukoricáját választottam, már elég régi, igazából nem a legolcsóbb, de örök élet, ha nem hagyjuk el. A másik pedig a Siri Waltersnek a Wafter családjának a vajsavas ízesítésű. Ezt majd megpróbálom, megnézem, hogy ha nem megy a gumikukorica, akkor ezzel fog próbálkozni. Ez megint csak nem olcsó, viszont ez is nagyon-nagyon sokáig elegendő. Az etetőanyagokat egy-egy ilyen kis tégelybe fogom bekeverni, hasonló mennyiségben, és így fogom használni. Két egyforma szerelékkel horgászok, mind a kettőn ugyanaz a típusú metódkosár van, ugyanaz a fonott, legolcsóbb szufix előke, valamint előkezsinór, valamint ugyanaz a horog csali tüske, ugyanaz a csali, egyedül a két bot nem ugyanaz, de mind a kettő egy heavy fader bot, 150 g-os dobó, maximális dobósúlyjal. Nem alakítok ki etetést, mind a kettőt körülbelül azonos távolságra dobom, mindig ahova sikerül. Így próbálom az egyenlő feltételeket megteremteni, majd aztán a későbbiekben cserélek etetőanyagot a botokon, tehát most jelenleg a jobb oldali boton van a drágábbik, a bal oldalin van az olcsóbbik etetőanyag, és a nap folyamán majd megcserélem őket, hogy még véletlenül se legyen különbség. Amikor újra dobok, akkor mind a két boton egymás után ugyanúgy újra dobok. Valamint, hogyha az egyiken kapás volt, akkor a hal kifogása után a másik botot is ugyanúgy újra bedobom.
Egy kis helyzetjelentés, hogy jelenleg hogy állunk. Ez az olcsóbb iketetőanyaggal fogott halak, ez pedig a drágább iketetőanyaggal fogott halak. A K betűk az kárász keszeg, a pont alatt az azt jelenti, hogy az átlag mérettől nagyobb, olyan 1 kg körüli, valamint a pontyokat súly szerint írtam ide. Ez nem pontos mért súly, csak az általam gondolt körülbelüli súly. Szóval az olcsóbb iketetőanyaggal fogtam 2 darab kárászt, abból az egyik kárászok között kapitális méretű, olyan 1 kg körüli lehetett, valamint 3 darab pontyot, 2,5 kg körülit, valamint egy 2 kg körüli pontyot. A másik, drágább iketetőanyaggal fogtam egy 1,5 kg körüli pontyot, valamint 2 kárászt, és egy igazán nagy méretű dévérkeszeget, körülbelül 1 kg lehetett az is. Emellé még itt van egy olyan kapás, ami azt jelenti, hogy igazán jó kapás volt, viszont nem lett meg sajnos a hal. Az olcsóbb iketetőanyag esetében 3 ilyen volt, abból 2 elég nagy hal lehetett, csak a videózás kedvéért sajnos nem sikerült megakasztani rendesen, így elmentek. A drágább iketetőanyag esetében nem volt plusz kapás, szóval ez azt jelenti, hogy a drágább iketetőanyaggal ez idáig, most van 10:30, fogtam 4 darab halat, a másikkal fogtam 5 darab halat, valamint volt még 3 kapás. Szóval jelenleg így állunk. Most azt fogom csinálni, hogy az etetőanyagokat és a botokat is kicserélem, és úgy horgászok tovább.
Délután 2 óra van, úgy döntöttem, befejezem ezt az összehasonlítást, aztán még horgászok pár órát, többféle csalival. Na, azt mondja, hogy nem sok minden változott a helyzetjelentés óta, így a dél folyamán eléggé megálltak a halak, de összegzésként 6 darab halat sikerült fognom a olcsóbbik etetőanyaggal, és ugyanúgy 6 darabot a drágábbikkal. Satsz per kb, ezt csak satszoltam és úgy adtam össze, az olcsóbbik etetőanyaggal 8,5 kg halat sikerült fognom, a másikkal pedig 6 kg-ot. Ez a különbség a kettő között, valamint az első esetben 3 kapásom volt, ami nem lett meg, másodikban pedig 1. Szóval úgy néz ki, hogy az olcsóbb etetőanyag valamivel jobbnak bizonyult, összsúly tekintetében, valamint kapás tekintetében. Viszont azért ez nem akkora különbség, hogy ez szignifikáns legyen, de azt viszont mindenképpen el lehet mondani, hogy az olcsóbbik etetőanyag semmiféleképpen nem volt rosszabb, mint a drágábbik. És ha azt nézzük, hogy a drágábbik kétszer olyan drága, tehát az ára forintban mérve kétszer annyi volt, mint az olcsóbbiknak, így akkor el lehet dönteni, ki magának eldönti, hogy ez az eredmény mit jelent. Ma ez így sikerült, aztán persze nem azt jelenti, hogy a drágább etetőanyag minden esetben rosszabb vagy ugyanolyan jó. Ebben az esetben, ebben a tesztben ez jött ki. Hát mondhatjuk, hogy egyenlő, összsúlyban volt jobb, meg egy kis akcióban volt jobb a olcsóbbik etetőanyag, és higgyétek el, hogy nem csaltam. Úgy, ahogy az elején elmondtam, úgy horgáztam, próbáltam betartani minden szabályt, és ez jött ma ki. Úgyhogy még horgászok tovább, remélem, hogy sikerül még egy pár halat fognom. Sziasztok!
legnagyobb hal persze a végére maradt, verseny utára. Egy 4 kg körüli nyurga testű ponty formájában. Hihetetlen jól küzdött, hosszú nehéz percekig tartott a kifárasztása.